Szép jó napot kívánok mindenkinek! Szeretnék mai nap néktek bemutatni, illetve egyúttal meg is osztani egy általam készített kis teherautót, amit két szédült barátom inspirálására készítettem, akik mindig szívták a véremet, hogy csináljak egy csőrös ifát, vagy egy tandemes ifát. Ez a két jó barátom, ez ugye Joci és Jani néni, de hát a kettőjük kérésének eleget téve félig meddig készítettem egy terepes ifát, ami nyújtott platós és áramtengelyes. Mindent beletettem, amit szoktam a Simple IC-t, ami nálam ugye nem újdonság, és persze az összes animációt, ami csak létezik, és elvisel a játék. Hát először is állítsuk be magunknak a tükröket, indítsuk be az autónkat, és menjünk el, rakodjunk fel egy kis bálát, nézzük meg, mit tud a technika. Mondjuk félig meddig nem egy agyszülemény egy autó, mivel ilyen autót készítettek a német katonaságnak fagyárba, csapatszállításra és anyagmozgatásra. Na, nézzük, hogy tudunk-e menni, vagy sem. Megvicceljük a jó népet, ha már terepes autóba ülünk, akkor menjünk egyenvölgyön keresztül. Hót szabályosan, de most nem is a szabályosságra adunk, hanem hogy mit tud az autónk. Nem tudom, ez a térképet félig meddig szeretem, de csak félig meddig, mert ezen azt aztán annyi forgalom jön, de csak akkor furcsa módon, hogy a belső nézetben van az ember, de hát külső nézetben nem igazán élethű a játék. Mindjárt ott vagyunk a területünkön. Kicsikét száguldozunk, de most, mint az elég mondottam volt, nem a szabályosságra megyünk, csak egy bemutatásra. Hát itt is vagyunk a területünkön, de válasszuk ki a Y-nal a kis bálákat. Kapcsoljuk be a felszedést, és kezdjünk el ballagni. Azt mondja, hogy nem akarok nagyon száguldozni, még aztán a végén szó éri a ház elejét, hogy szabálytalankodunk a földön. Meg hát oda képzeljük a két oldalra a csóri emberkéket, akik vasvellával dobálják felfelé a platón ügyködő és igazgató emberkéknek a bálákat, úgyhogy nem biztos, hogy tudnának olyan gyorsan szaladni, mint amilyen gyorsan mi megyünk. Na, mindegy. Multiba lenne szép bemutató,
Hát akkor nem automata vál a felszedések, kellene felszedni, hanem tényleg úgy, mint ahogy mondottam volt, hogy emberkék sétálnak a két oldalt, dobálják felfelé a vállákat, és a Platón két emberke igazgatná. De szegény ember vízzel főz, és automata vál a felszedőt használ. Szerint lassan meg is telünk. Elmegyünk, és akkor majd ebbe. Jó. Ugye, és tele is van a gépkocsink. Akkor csapjuk, hogy menjünk a lerakó helyre. Jaj. Még jó, hogy ilyen könnyen csúszkál a vál. A spaniferezés benne van ebbe is. És ugyanúgy kell spaniferezni, feloldani ugye a Z betűvel a rakományt és újra vagy úgy lerögzíteni. Csak én valami oknál fogva nem tudom miért, hogy megbolondulnak a vála testjei, és nem úgy rakja le, mint ahogy kéne. Na nézzük, válasszuk ki a területünket. Úgy oda, és a Z betűvel oda lerakjuk. Jó. És akkor menjünk, hozzunk még rá. Hozzunk még rá cuccot. Azaz, hogy bálát. Most másképpen helyeztem el a vállákat a platón, és elképzelhető, hogy így egymás tetejére lehet rakni. Hát menjünk, hogy rövidítsük a videót, kicsit gyorsítsuk fel a tempónkat, mert múltkor már mutattam a nyergesi fánál, vagy a valamelyik készítményén, vagy modomnál, hogy a nagyvállákat egymás tetejére tudtam rakni, úgyhogy nem borultak széllyel. Most kíváncsi vagyok, hogy a, így, hogy kötésre van rakva, a vála így mit csinál. Reményeim szerint nem fog szétborulni, és rábírom rakni, hát majd mindjárt kiderül. Hát 148 kis vállát raktam rá,
Szerintem ez elég neki. Mert lehet. Azért ennek is van a valóságban súlya. Jó. És akkor oda szépen, oda tudatunk mellé. Ügyesen megpróbálunk egy kis párhuzamot adni. Jó. Azt mondja, oda. És felemeljük a lerakó cuccost, és próbáljuk ki. Ollala! Hát egy kicsit arrébb kellett volna álljak, mert kezdően pízei feldetolói lenni, na nem baj. Igen, be is laggoltunk rendesen, mert túl sok a test egy helyen. Na, mindegy. Akkor mutassuk be a technikát. Ugye ez, mivel egy katonai célra készült, tehát ilyen lő rés szerűség van neki, és nem tető ablak készítve. Hát ugye az összes többi minden animációtól kezdve a megszokott. És persze ez a fránya IC, vagy nem tudok úgy ránézni rendesen. Na, vége sikerült. Furcsa módon. Jó. Oké. Ami még újdonság a Simple IC, tehát ugye a szerelő cuccok. Jó. És akkor még a terményszállítást is nézzük meg, hogy mit csinál. Oda halálválunk és megnézzük. Itt ez nem vesz sok időt igénybe, mert ezen a térképen oly gyorsan ürít, vagy tölti. Vagy ja Istenem. Mindegy. Térképeket sajnos nem éltek, hogy átállítsam kicsit az idejét. Jó, azt mondja, hogy billentsünk ugye balra. Azaz, hogy ürítsünk balra. Ürítsünk jobbra. És ürítsünk hátra. Jó. Így, oké. És nézzük meg. Hoppá, a spanyol felek ott látszódtak, nagyon érdekes. Kicsit közelítsünk rá. És ugye... Gardán forog. Az is forog. Az is forog. Jó. Akkor, oké. Menjünk el valami olyan egyes völgyes területre. Ez lett újabban a mániákus hóboltom. Ennél a autónál, mikor készítettem és próbálgattam, hogy olyan jó vele hegyet mászni, ilyen offroad technikát gyakorolni. Hoppá, itt lemegyünk. És hát, hogyha találunk valami csatorna partot, amin azt gyakorolhatjuk, hogy ilyen szépen mászik felfelé. Ugye ott a távolban vannak azok a hegyek, de azok már a térkép vége, odáig nem tudok elmenni. Sőt, már így se. Mindegy, megpróbáljuk így, hogy az offroad technikát. Szépen mászik, dombot, tehát mindent a kis autóka, de hát muszáj neki, mivel hogy csak 6
Hallókerékkel. Hallókerékkel dolgozik. Ez a tömegközlekedés, vagy milyen közlekedés itt történt. Értéken ez egyszer a ideg összeroppanás kap el miatta, vagy sírba visz. Mindegy. Ugye ezen a térképen nem tettem el a próbákhoz a kis bálákat, és nem találok egy nagyobb dombot, na mindegy. Hát, akkor nem mászunk dombot ezek szerint, mert jól néz ki pedig. Hát, de itten elmegyünk erre a dombra. Így. Hát ezen szórakoztam. Valóban van, hogy... Így. És felfeküdt a kis technika. Tehát akkor meg kell egy kicsit kicsvengoljuk. És akkor így. Az első, a középső és a hátsó tenger. És feljött. Így. Hát reményeim szerint szeretni fogjátok. Játszotok vele. Hogy a ponyvázáshoz a első sarokkapocs. Úgy. Hát a kis reklám a fennek. Így. Hát a mai nap őt gondoltam, vagy szándékoztam nektek bemutatni, megosztani veletek, és bízok benne, hogy szeretni fogjátok. És legalább egy pár képet megosztotok vele. A színeket, ugye azt láttátok, mikor vásároltam meg, hogy tudjátok magatoknak választani, hogy milyen színűt szeretnétek, avagy sem. Hát, tehát ilyenek lettek. És persze, hogy nem abba tabba. Jó. És ott van ő, a szürke színű autónk. Elvisszük a másikat. Hát mondjuk a ponyvát azt nem váltottam, vagy nem állítottam cserélhető színűre. Bár lehet, hogy a megosztásra átvariálom, hogy már mikor ti letöltitek ezt a technikát, vagy modot, addigra már azt is tudjátok változtatni a színét. Hogyha nem tetszik ez a sárga szín, akkor legyen akármilyen más színű ponyvátok. Hát még egyszer sok jó játék percet kívánok vele. Reményeim szerint szeretni fogjátok. Ugyanúgy, mint amilyen szeretettel készítettem én nektek, és reményeim szerint boldog perceket fog okozni, ami csak ami csak jót tesz a boldogság az embernek, mert ugye a boldogság hormon az egy tábla csokoládé, szoktam volt mondani, és ennyi lettem volna mai nap, használjátok egészséggel, és tiszteljetek meg azzal, hogyha más mod megosztó oldalra feltöltitek, akkor a letöltő linket, az eredeti linket tartsátok meg. További szép napot,
Jó játékot, jó egészséget. Sziasztok! Így.